több mint 11 ezeren vásárolták meg a bérletüket, ami egyébként nekem is szinte beleborsúzik a hátam, amikor ezt kimondom, hogy amikor régen még ilyen 6-7 ezer bérletes fesztivál voltunk mondjuk 10 évvel ezelőtt, akkor nem tudtam elképzelni azt, hogy egy 10 ezer fölötti bérletes számot el lehet érni, és bizony most a 15-20 is lehet a vége a bérletesek számának. Nagyon sok mindennel készülünk, 9 koncerthelyszínen, összesen 23 programhelyszínen, mindenféle szépen, jóval, érdekessel várjuk a látogatóinkat. A Campus Fesztivál gyakorlatilag az a kezdetektől kezdve rendkívül erősen támaszkodik a Debreceni Egyetemre. Mi gyakorlatilag magunk között Debreceni Egyetemi Fesztiválnak tekintjük, és hisszük azt, hogy az egyetemnek a beiskolázását, az egyetemnek a népszerűségét, az egyetemnek a brandjét tudjuk erősíteni egy nyári programmal az egyetem tőszomszédságában. Az egyetem szokás szerint megjelenik az Egyetem Tér nevű programjával, de most ez egészen másképp fog kinézni, mint az elmúlt években. Tartalmában is, a programokban is 10 helyszínen 27 szervezeti egység összefogva kínálja a tudnivalókat, és egy nagyon érdekes nem csak programokat, hanem tennivalókat is hoznak, illetve hát a klinikának több egysége is benne van ebben a 27-ben, akár a sürgősségi klinika, vagy a bőrgyógyászat, vagy a belgyógyászat, és még sorolhatnám, meg természetesen a karok is. És most először mutatjuk be azt a középiskolai egyetemi előkészítő programot, ami mint betűszó ugye KEEP, ha angolul mondanánk, akkor KEEP, és ugye ezzel próbáljuk ösztönözni a középiskolásokat a továbbtanulásra, méghozzá olyan továbbtanulásra, hogy ezt a Debreceni Egyetemen tegyék meg. Számos kar közreműködik benne, a bemutatkozót itt tartják a Campus Fesztiválon, és aztán találkozhatnak vele a középiskolások, nyári táborok, felkészítő tanfolyamok, órák keretében, és reméljük, hogy 2024-ben már nagyon sokan innen fognak döntést hozni, hogy a Debreceni Egyetemet választják.